figyelni egyébként, ahogy így az egész országban, hogy most több helyen is gyűjtök, kialakulnak ezek a mémek, a válaszmémek, érted, hogy jön a Szabolcs és azt mondja, hogy kéri egy aláírást? Támogatna minket egy aláírásra? Hát én még egy farkúaknak se írnék alá. Érted? És akkor mindenki, aki idejön, azt hiszi, hogy ezt ő találta ki, pedig ugyanezt mondták Egerbe, ugyanezt mondták Pesten, és ugyanezt mondták Kecskeméten is. A harmadik és a negyedik paradicsom végül közös erővel mégis megszorították a második paradicsomot, akitől megkérdezték, hogy tud-e arról valamit, bármit, hogy miért álltak meg. A második paradicsom nem tudott erről semmit, hogy miért álltak meg, őt is érdekelni amúgy. És kézenfekvőnek tűnt a megoldás, hogy akkor megkérdezi az első paradicsomot, hogy miért álltak meg. Az nyilván tud erről valamit, hát hiszen ő megy elől. Tehát egyrészt lehet, hogy ő állt meg, másrészt lehet, hogy tud valamit az okokról, hiszen ahogy ő megy elől, nem egy másik paradicsom hátulját látja, hanem az eléjük táruló horizontot. Tehát evidens lenne, hogy ő akkor tudja, hogy miért álltak meg. Tehát csak meg kéne kérdezni, és akkor vége lenne ennek a viccnek is, ők is esetleg idővel újraindulhatnának, vagy elérhetnének a céljukhoz. Tehát, hogy mindenkinek fontos lenne, hogy a második paradicsom föltegye a kulcskérdést az első paradicsomnak. De volt egy kis gond, hogy a második paradicsom halálosan szerelmes az első paradicsomban. Ami miatt egyáltalán nem tud megszólalni a közelében. Egy gombóc van a torkában, a gyomrában, a szívében, a nemi szerveiben, és egy árva szót sem tud kinyögni, nemhogy ilyen kulcskérdéseket feszegetni, hogy miért álltunk meg stb. Tehát ez egy állati kínos helyzet. Ott állnak a többiek is, az első paradicsom az hátra sem néz. Ez is furcsa, mert a többiek már egymást nézegetik, hogy mi van már. Mindenki a második paradicsomot nézi, hogy hát szóljál már nekiket, kérdezd meg tőle, hogy mi van. De a második paradicsom igazából neki ez is tetszett, hogy ott mennek, és ő megy az első paradicsom után, ez is állatira tetszett neki. De ez, hogy most ott állnak együtt, ez szinte megszűnt körülötte a világ ezáltal, mert ő tulajdonképpen ezt akarta, hogy ott állni valahol ezzel az első paradicsommal. De hát valahogy ehhez is ugye meg kéne szólítani azt az első paradicsomot, mert egyelőre nekik háttal áll a sivatagban. Szevasztok! Cső, Bruti! Sziasztok! Milyen jó a hangulat itt! Fogácsa! Fogácsa! Piacos fogácsa! Hát nem ilyen sajtos masra! És a csirke? A csirkének mi a funkciója? Az volt a funkciója, hogy minden aláíró megnyomhatta. Jó, de ezt ki kell érdemelni. Igen. De ez nem korrupció, hogy ilyen csirkenyomkodást adunk aláírásért? Akik ötször írtak aláírásért. És érdekes módon a gyerekek, nem is a gyerekek, a felnőttek sokkal jobban élvezik. A Csepeli hévvégállomáson rögtönöztünk egy hullámzást, amikor aláírtak nekünk. Most ha itt lenne rajtam még kívül két ember, akkor... Igen, mondjuk így vagyunk. Igen, így vagyunk. Így. És akkor amint aláír valaki, akkor egy hullám megy. Aha, az hogy néz ki? Úgyhogy én kezdem is, de te is ezt tudod, hogy egy-kettő. Cső! Milyen volt Miskolcon? Nagyon jó, nagyon kedvesek az emberek, hihetetlenül kedves volt mindenki. És nagyon sokan aláírtak. Nagyon sokan aláírtak. Kézzel majdnem elérzékenyültem én is, Gergő. Na, annyira kedvesek volt, hogy jöjjenek be! Jöjjenek be! És volt egy néni, aki azt mondta, hogy tudod, kincs az, hát azt hittem a fiamat. Megjöttem, mama. Na hát úgy tűnik, hogy valószínűleg el tudunk majd indulni a választáson. A jelöltjeinek annyi aláírásai vannak, hogy 680, 521, 532, 565, 375, 628, 685, 749, 643, 705, 684, 601, 646, 745, 732, 731, 732, 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